Bizony, bizony, ellancsolt a Diablo Immortals Open Beta-ja PC-n is. Kicsit hamarabb, mint 7 óra, én már be tudtam lépni 3-4-7-kor is. Ez a progress, amit itt látok, ez telefonon jött össze. Biztos, ami biztos alapon, előkészültem a telefonommal is, hogyha esetleg gond lenne itt a PC-s láncsal, amit én nem vettem észre, mert hogy így kipróbáltam és jól ment minden, akkor itt lenne és akkor arról játszanék tovább. Igazából, hogy észrevettem, itt csak arról van szó, hogy nagyobb, tehát hogy szebbek a textúrák, de nem sokkal, tehát ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha natívan futtatnám a játéknak a telefonos változatát egyébként. Úgy képzeljétek el. Tehát ez egyébként, aki nem tudná, hogy mi az Immortal, ez egy MMORPG. A Lost Ark-hoz hasonlóan. Úgyhogy Lost Ark ismerők előnybe. Ez egy ingyenes játék. Bétában is, és megjelenéskor is ingyenes lesz. Szóval ingyen tudtok vele játszani. A Diablo Immortal ingyenes. És a fókuszban a telefonos platform. Tehát telefonon és tableten azt célozták meg az Immortallal. Ez egy extra dolog, ez egy plusz extra, hogy PC-ről is lehet csapatni, ha jól tudom, ezt így pár héttel, hónappal a mostani beta előtt jelentették be, hogy PC-n is hozzáférhető lesz. Az játék sztoria egyébként, mielőtt még a sztoriba belemennék, ez crossplay és cross progression, tehát iPhone-osok, Androidosok egyaránt tudnak játszani vele egymással, illetve a PC-sekkel is, és hogyha PC-n elkezdesz játszani, azt tudod folytatni Androidon, illetve iPhone-on is, tehát mindenki tud mindenkivel játszani, ez szerintem nagyon cool, és nagyon cool lett volna, hogyha már önmagában a Diablo 3 ilyen lett volna, vagy ilyenné vált volna. Akik már játszottak a Diablo 3-mal, hát felismerhetik, hogy ez a játék majdnem olyan, de mégsem, mert ez egy MMORPG, és nagyon sok és jellegzetes mobil dologgal, mint például a daily login rewardokkal, és az ilyen kötött dolgokkal, illetve a mobil játékokat jellemző mikrotranszakciókkal, mert persze mikrotranszakció van benne, igen, de a mobil játékokhoz, tehát hogy olyasmi, mint hogyha játszottatok már mobil játékkal, akkor olyasmi van benne. Azoknak hiánypótló szerintem ez az Immortal, akik nem nyomták a 3-at, és azoknak a kiegészítőjét. Igazából ennyi. Szerintem. Ezt most így az alapján mondom, amit így elértem ezzel a karakteremmel. De most újra bele fogunk vágni egy új karakterrel. A sztori egyébként a Lord of Destruction, a Diablo 2 Lord of Destruction-je, illetve a Diablo 3 között játszódik. A karakterünk a Horadrimi csapathoz csapódik, velük köt szövetséget, és hát az Immortal sztoria ebben a 20 órában arról fog szólni, illetve a következő ingyenes tartalmi kiegészítőkkel és egyéb content bővítésekkel, amiket ingyenesnek mondanak, legalábbis még most, hogy milyen hatásai voltak, amikor Tyrael, vagy hogy kell mondani a nevét, ezt sose tudtam pontosan, elpusztította a világkavicsot, illetve hogy hogyan hatott hogyan reformálta meg a mennyeket, Maltel miért hagyta el őket, és hogy hogyan alakulnak meg a Demon Hunterek,
illetve milyen volt Westmarch-nak az aranykora. Tehát ez a játék a Lord of Destruction és a Diablo 3 között van. Úgyhogy... ja, mennyit foglal a játék? PC-n jelenleg 24 gigát, így az Open Beta, iPhone-on pedig 13-at. Telón úgy működik a letöltés, hogy nagyjából 2-4 gigát tölt le az App Store vagy a Google Play, és a maradék 10 gigát, azt 10-akárhány gigát, azt így játék közben. Úgyhogy ennyi. Ja, és a PC-s verzió a Battle.net-en érhető el. Igen, igen, Diablo 3-as hangok is vannak, igen, Stalon. Ha betöltesz, megnézed, hogy neked is 100%-on megy a VGA? Persze, megnézem nektek. Majd bekapcsolom a kockaszámokat, aztán tudjátok ezeket nézni. Én attól félek, mivel ingyenes és mobil game-ről van szó hivatalosan, hogy pay to win game lesz. De miben pay to win? Mivel MMORPG, mi a célod? Hogyha grindolni akarod a szezonokat, a leaderboardokat, akkor hát majd megmutatom, hogy milyen fizetős dolgok vannak benne. Én voltam például egy olyan riftben, ahol konkrétan pályarész volt a Diablo 3-ban. Nem véletlen, hiszen ezen a területen játszódik. Jó, na, srácok! Kreáljunk karaktert! Kreáljunk karaktert, skacok! Így néz ki a barbárunk. A barbár, tehát hogy a karaktereket egyébként valamennyire testre lehet szabni, tehát hogy nem ez a végleges kinézete, egy picit, nagyon picit hozzá lehet nyúlni. Hát olyan MMORPG-sem. Ez pedig a csajbarbár. Hát én csajbarbárt csináltam egyébként elsőnek telefonon. Mert hogy nagyon tetszett ez a haj szerkezet. Ez ugye egyébként a közelharci karakter. Ezek a klasszok, amiket itt láttok, ezek azok a klasszok, amik a Diablo 3-ban is benne vannak. Hát ő távolsági, meg mágus, de szerintem ezt felesleges is elmondanom. Itt egyébként a fejem takarja, várjatok, hogy menjek. Itt, ez itt a nekró. A Necro ingyenesen játszható egyébként, amiért a Diablo 3-ba fizetni kellett. A mágus csávó egyébként jól néz ki. A csaj is. Szó se róla. Aztán itt a Demon Hunter. A csaj és a csávó is. Menő, nekem egyébként nagyon megtetszett a Demon Hunter. Utóbbi season-eimben, amiben aktív voltam Diablo 3-ba, rohadt jó buildet lehet összerakni. Ez a karakter kreáló nagyon király, így ahogy megmutatja a karaktereket. A Crusader Spellek brutálisan néznek ki egyébként. Ja, és aki esetleg megkérdezné old chat-en, majd a játékba, hogy hogyan lehet mountot szerezni, annak szeretném most mondani, hogy srácok, nincs mount. Vagy legalábbis én nem tudok róla. A ló, amit láttok, és valaki ül rajta, az egy Crusader. Tehát a Crusadernek van lova. Fontos információ. Szóval, hogy ilyen a csaj és a csávó Crusader, hát azt írja erre, hogy ez egy hybrid klassz. Tehát, hogy távolról is tud csapkodni, meg
közelről is. Távolra is tud varázsolni, meg közelre is. S10 plusszal nem kompatibilis a game. Nem tudom, srácok, én iPhone-on tudtam játszani, meg most látjátok, PC-n is működik jól. És az utolsó klassz, így a hat közül, nincsen Witch Doctor. Szomorú arc, pedig az nekem is kedvenc volt. A Necro. Simán elképzelhető egyébként szerintem, hogy akár fizetősen is jönnek új klasszok. Szóval ilyen a Necro. A Necro amúgy nekem brutálisan tetszett, amikor megjelent, mint fizetős DLC. Hát nem tudom, srácok. Ne, én nem is tudom, mit kezdjünk. Kezdek a barbárt. És ez a barbár, az a barbár lesz, amit veletek fogok játszani. És hogyha esik valami jó loot a másik barbáron, akkor majd ennek oda tudom adni. Milyen gép kell hozzá? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, most így hirtelen. Ezt nem tudom nektek megmondani. Jó gép kell hozzá. Majd meglátjátok, hogy nekem így max grafikán hogy fogja zabálni a 3080 Ti-t, azt szerintem ahhoz tudtok viszonyítani. Integrált végjával is megy. Na tessék. Itt van, ezek csak presetek, tehát hogy nem kell attól félnetek, hogy a karakter, tehát hogy csak így nézhet ki a karakter, de már ez is több testre szabás, mint ami egyébként volt a... Wow. Mint ami egyébként volt a 3-ban. Ez a túlméretezett UI elég fura egy PC-n. Ja, de erről volt is szó, amikor beszéltek, hogy milyen lesz PC-n az Immortals. Na, én ezt fogom egy kicsit testre szabni, nem túlzottan, de egy picit igen. Na, ez lesz szerintem a skinünk, a skin tónus. És itt vannak a hajazatok egyébként. Itt vannak a hajazatok, srácok. Hát, nekem még mindig ez tetszik nagyon. Igen, vannak országok, ahol nem elérhető még a béta, lehet, hogy a teljes játék sem. Haja színét is lehet állítgatni. Hát nem tudom, maradjunk a sötétnél mi. Ez látszódik? Hát valószínűleg amúgy nem látszódik semmi. Tehát, hogy ezen aztán húzogathatom itt a csúszkát. És a hossz, az hol látszódik? Aha, látom. Szép sötét. Jó. Én nem tudom most mit állítok, srácok, de valami nagyon sötét lesz. Én annyit látok itt a képernyőn. Illetve... Aha. Itt a haj végek. Na hát, ezt ahogy látom, ezt így le akarom húzni. Tökéletes, és így... Direkt tereled a gyanút a HDS-es címmel? HDS-es címmel? Milyen HDS-es címmel? Nem tudom, srácok, ezek azok a dolgok, amiket így a játékokban nem nagyon szoktam állítgatni, mert általában csak rondább lesz a karakter, mint sem szebb, de látjátok, hogy mennyi mindent lehet állítani. A szemöldökkel, a szemmel kapcsolatban is, az orral kapcsolatban is, itt van egy csomó beállítás, és most csak lefelé görgetek egyébként. Tessék. Aztán. Ez nekem tetszik, igen. Ilyen szájjal. Ez jó lesz. Jó a cím? Ja, jól van. Azt hittem, hogy gond van. Na. Eye makeup.
Ó, már is ott tartunk, hát mindjárt végzünk, srácok, a karakterkreálással. Így néznek ki egyébként a make-upok. Természetesen én már meg is találtam a magamnak valót, de azért megmutogatom nektek, hogy mi, mégis mik vannak. Tű, nagyon vad. Ez meg pláne vad. Ja, a Twitch nem mindig frissíti a címet mindenkinél. Na, ez lesz. Ez lesz a végleges. Igen, még annyit nem néztem meg, srácok, hogy itt vannak ilyen markingok is, ez nagyon fontos, ez majdnem lemaradt, tehát oda lehet rakni egy ilyet, vagy egy ilyet, tehát hogy ezt majdnem nem mutattam meg nektek, hogy ilyeneket is lehet állítgatni. Tehát, hogy akár ilyen is lehet, amúgy ez csábító. Hogy egy ilyet tegyünk. Amúgy elég király. Vagy egy skorpiót az oldalára. Na? Én nem tudom ez micsoda, de ilyet nem akarunk. Aha, és még a tetoválás színét is be lehet állítani. Na hát ezt nem figyeltem. Nem mint hogyha bármi változna, de lehet ilyet is csinálni. Na, szemöldök. Na ez. Olyan, az a helyzet, így most pont nem látszódik semmi. Szemöldök. Hú, ez nagyon vad ez a szemöldök. Aha. Egyre vadabbak a szemöldökök. Olyan összenőttet szeretnék ott középen. Na jó, mondom, én csak rondábbá tudom varázsolni ezt a karaktert. Az új kod megjelenésről tud-e valaki valamit? Én azt tudom, hogy október vége. Hú, még le is lehet borotválni a szemöldökét, ez ugye nagyon fontos. Jó, hát ezt visszaállítjuk, és akkor a pupilla. Na ez az, amit... Aztán most tényleg nem fog, tehát hogy beállíthatod a karakterednek a pupilláját, de most így őszintén ezt így látni fogod bármikor is. Telefonom meg pláne nem. Na ez mondjuk tetszik, világító szemű. Jól van. Most aztán szerintem teljesen kimaxoltuk itt a karakter customizációt, amennyire csak lehet. A E-Hunter név már foglalt. Na basszus. Akkor... Nézd meg. Most mondjátok meg. Lefoglalták a E-Hunter nevet. Sotiris. Sotiris csak nem. Mondjuk az férfi név, de semmi gond. Jó lesz. Jó, akkor... Akkor ne haragudjatok, de... 2022... Női... Nevek. Ha már lefoglalták a Jántört. Na. Összes női név. Na, már is nézünk valamit. Uh-huh. Csak úgy random rá, nézek valamit. Na, Pastorella, tessék. Ez csak nem lesz fogla. Na, hát ennyi. Pastorella. Tessék. Is it the dock for Wortham? God, that whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? Yes, I am. This is the path to town, then? Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. Aki esetleg erre a szerverre akar csinálni karaktert, ami én is vagyok, ez a szerver a The Void. Still, I thank you for the advice. Én nem gondoltam, hogy itt szükséges lesz ilyenekkel foglalkoznom, hogy lefoglaljam a saját nevem, úgyhogy használja egészséggel az, aki egyébként Jántör.
Na, itt már is egy nagyon fontos dolgot be kell állítanunk, azon kívül, hogy lenémítom a telefonomat, vagy a Word chatet, a Zone chatet, az Adventure chatet, a Party chatet, az mondjuk maradhat a Party chat, azt így mind kikapcsoljuk, csak azért, mert nem vagyok kíváncsi arra, hogy hogy sírnak az itt a szerveren levő játékosok amiatt, hogy a magyarok csetelgetnek, úgyhogy zsír. Zsír. Vagy egy pillanat még. Megmerek próbálkoztatni egy kilépést. Aztán egy visszalépést. Jó, és akkor nem maradott a chat. Nem maradott a chat, hogy éppen olyanokat írtak, hogy cigány, meg ilyenek. Úgyhogy... Nem a mobilos karaktered nevelett a ilyen? Nem. Az Girlwind. Girlwind. Amúgy 18%-os proci használat, 40%-on meg a videókártya. Látjátok, memóriából is alig eszik valamit, úgyhogy én abszolút hihetőnek tartom azt az infót, miszerint integrált videókártyán is elfut a dolog. Meglep, hogy ez a karakter nem gizi lett? Azzal már meg se próbálkozok a magyar szerveren egy gizi karakternével. Na, meg is kaptuk a cleave-et. Ura, ja, lehet mozogni, jól van. Azt hittem, hogy cleave közben nem lehet mozogni. Na, a gonosz kultisták. Kapják, srácok. Hangos lenne a játék egyébként? Lejjebb veszem, ha zavaróan hangos. Nagyon kapom. Lehet-e zoomolni? Nem lehet zoomolni. Tudtam már. Kaptam közben egy újabb képességet. Nem hangos? Kicsit közelinek tűnik? Megnézhetem, srácok, a beállítást. Azt mondja, hogy... Aha. Van benne amúgy autonavigáció. Igen. Aha. Nem itt a displaynél, csak ennyi van. A grafikánál meg ennyit állítgattam, hogy 120-ra felvettem. Benyomtam az image sharpeninget. És ennyi. Nem nagyon lehet állítani a zoomon. An outsider, drawn where they do not belong. Yet you are to meet. Wortham is Eskara. Eskara. Micsoda nénit varázsoltak nekünk ide. Hát azért, mit ne mondjak? Az kicsit jobban megy kontrollerrel, illetve telefonon, hogy hogyan, hogy merre menjen a karakterünk. Ding ding! Level 3. És kaptunk egy új skill slotot. És ilyen kis XP globok vannak itt. Ugye az equipelés, és akkor ott van, hogy már is 9-szel több a damunk. Itt lehet ilyen kozmetikai dolgokat is szerezni. Hát, most amúgy Pastorellára nem hiszem, hogy begyűjtöm az előregisztrálói ajándékokat, mert hogy azt is majd be lehet gyűjteni. Már aki ugye előregisztrált, akkor inkább majd a Girlwind-ra fogom. Mikor nézzük meg a shopot? Hát először nyomjuk végig a
valamennyire, hogy így elérhetővé váljanak a menüpontok, mert gyakorlatilag most a menüből semmi nem elérhető. Hogyha ide nyomok a menüre, most jelenleg a skillek jelentek meg. Na, és akkor megkaptuk a Chained Spear-t, amivel magamhoz tudom rántani a mobokat. Ja, ő nem mob. Amíg nem állokoltad a várost, addig nincs is jobb. Na hát akkor ezt meg abszolút jól gondoltam, Stélon. 30-as, nagyjából 30-as szinten lehet egyébként klánba csatlakozni. Ha valakit ez érdekel így közben. Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. Go, please, hurry. Sietünk. Védeni fogja a kapukat. Hát ez ellen a démonok ellen nem hiszem, hogy nagyon itt nagy védekezések lesznek. Azt mondja, hogy egyes. Jól néz ki amúgy így, nem gondoltam, hogy ilyen szépen fog kinézni ez a rángatás. Jó a szinkron, azt mondod? Level 4, ding-ding. Fú, akkor gyorsan el kell érni a 30-at, még hátra van 26. Ja, fontos info egyébként, hogy a klán létrehozás egyébként az nagyjából 5000 forint, és 100 fős lehet egy klán. Amit javasolnak így haveroknak, ismerősöknek, hogyha együtt akarnak játszani a partin kívül, az a warband, de hát ezt tehát, hogy még nem tartunk ott, hogy ezeket így megmutogassam. Csak ha már így szóba került a klánosdi, akkor gondoltam, ezt megemlítem. Nem a Warband a klán. No. A Warband az 8 fős max. Ja, és a Warbandeknek egyébként osztott stash-ük is lehet. Most úgy nyomom, mintha itt valami hiper-e-sport, hardcore karakterrel játszanék, amúgy szerintem nincsen hardcore, mivel MMO-ról beszélünk. Ding-ding level 5, tehát látjátok, milyen gyorsan haladunk? Mivel azért előjön az inventory-hez. Tisztelendő. Na nézd meg, hát itt bántanak mások. Előjött az ultink egyébként. Itt van ez a kis sáv. Ez az a sáv, ami így jelzi, hogy fel van-e töltve az ultink, és akkor el tudjuk nyomni az R-t, és akkor átváltozik a karakterünk. Nagyon is eldodzsolok mindent. Azért mondom, tehát, hogy így azt hiszem túltolom a dolgokat. Shift-tel tudok egy helybe állval csapkodni? Igen. Oké, ezeket nem lehet szétszedni. Elképesztően jó AOE képességei vannak a barbárnak. Megtaláltuk Jézust! Nézzétek meg majd a HP bárt. Ott van egy kis plusz cucc, hogy az ő HP-ját többször is le kell majd csapni. Látjátok? 3200-an. Diablo 2-re emlékeztetnek a hangok? Hát kiszipolyozta Jézuséknak a HP-ját. Na és most már leütöttük egyszer a HP-ját. Recharging! Engem nem lehet átverni. Hogy tetszik?
Hát eddig tetszik. Ezeket már megcsináltam telón. 30-as szintig. Úgyhogy ebben nekem úgymond kvázi úgy nincs. De tetszik egyébként nagyon. Kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat az endgame. Lehet tudni, magyarok meg Twitch nézők melyik szerverre mennek? A The Void-ra én úgy tudom. A legtöbben. Úgyhogy én is azért csináltam ott a karaktereket. Szia, Altair! Üdv mindenkinek, skacok! Diablo 3-ban játszottam utoljára, de ez is ígéretesnek néz ki. Aki nem játszott a Diablo 3-mal és szeretett volna, na annak ígéretes igazán ez a játék szerintem. Én még mindig ezt tartom magam. Na, interaktálni kell a portállal. Letöltötted, de nem engedi elindítani? Nem tudom, ezt írta más is, de nem tudom, hogy mi lehetett neki a megoldás. Van akinek az a neve, hogy oda csapsz? Hát Zoe, én durvábbakat is láttam. Ő a Kovács. És szegénynek nem is a nevét írják ki, hanem az, hogy Kovács. Tehát, hogy nem Corin, hanem hogy Kovács. Hát biztos, tehát, hogy azt nem fogjuk salvage-elni, ne haragudj játék. Igen. Tap to salvage. Már nyomtam is, tehát, hogy megtanítja nekünk azt a játék, hogy lehet salvage-elni, és akkor ilyen kis darabjaira szétszedjük a felszerelést. Én az inventory-t akartam megnyitni, haló? Na, srácok! Ő a főbossz. Ő a valaki. Ő a Skarn. Ő a hírnöke Diablónak, és ő próbálja összeszedni a világkőnek a darabjait. A Battle.net restart az segít az elindítási problémákon? Köszi! Az infókat. Na, most már így néz ki a karakterünk. A Kovács nem akar velünk beszélni. Azt mondja, hogy akkor unlockoljuk majd a waypointot, hogyha haladunk tovább a sztoriba. Ne, és ki van itt? Káin. De, fánsébb, majd szeretnék, igen. Legalább nem slag. Hát nem slag. Hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. Én nem tudom nektek ezt megmondani, hogy ez Káinnak hanyadik hangja, vagy ugyanaz, vagy hogy melyik, de ti biztos felismeritek egyébként. My name is Deckard Cain. I'm a bit of a traveling scholar, one might say. Ez az a hangja egyébként, aki volt a kettőben is? Ugyanaz, Káinnak végig ugyanaz a hangja, de sír, tök jó, hogy ez. Erre így figyeltek. It seems dark forces have set their eyes upon Wortham. The cultist leader. Ne spoilerezzétek el Káinnak, hogy mikor fog meghalni. Nem szabad. That face wreathed in flame could have only been his. Lord of Damnation. Természetesen, aki akarja, tudjám úgy is játszani, hogy rányomott a jobb felső sarokba a kis háromszögre, meg a kis vonalra, ez azt jelenti, hogy skippeli ezt az egész lóros baromságot, akit ez zavar. Hogy nyomom ki a chatet, Teron? Beállításokba ki lehet kapcsolni egy csomó mindent, és akkor úgy ki lehet nyomni. Hátjátok, itt van. 5 éve volt, hogy Bállal történtek a dolgok. Na, segíteni kell az őröknek, hát én ugye mondtam, hogy ezek az őrök nem fogják bírni itt az ostromot.
Úgyhogy most megyünk segíteni nekik. Sziasztok, ez ugyanaz, ami a telefonra van? Nem. Ez annyiban másabb, hogy ez a PC-s verzió, és kicsit máshol vannak a UI elemek. Igazából, Martinez, ennyi. Ja, meg tudod 120 FPS-re játszani. Mondjuk azt lehet, hogy telón is lehet, azt nem vágom. Valaki tudja 120 FPS-re játszani a játékot telón? Illetve én nem tudtam azt beállítani, hogy... Hogy felvegyem a... valamit high-ra. Valamit nem tudtam felvenni very high-ra a beállításokban. Telón 60 a max? Aha. Conduit. Pedig azért már vannak telefonok, amik képesek a 60-nál többre. Nem tudom, hogy egyébként ezen terveznek-e változtatni. Ultra Resolution nem tudok? Lehet egyébként. Támadnak az entek! Be lehet egyébként állítani az autólútot, szerintem amúgy azt be is fogom, mert nagyon hasznos. És ha már egyébként az autólútról beszélek, van autonavigáció, tehát vannak olyan küldetések, amikor azt tudod mondani, hogy karakter menjen ide, és akkor automatikusan elmegy az objektívhez. Melyik szeróra érdemes kezdeni? Nem tudom, Bade. Ahol így vannak az ismerősök, haverok. Én a Boydra csináltam. Az a mostani Bloodscap, vagy Ragnaros, vagy nem is tudom mi a menő most a WoW-ba. Nekem személy szerint ROG Phone S-en van, de ugye a gamer telefonok réteg cikkek, nem hiszem, hogy lesz olyan game, ami 144 FPS-sel fog elfutni. Én szerintem nem réteg dolog a 120 herces kijelző. A flagship telók mondjuk, jó, a flagship az elég réteg dolog, de szerintem vannak olyanok. Azért azokon lehetne ilyen fancy dolgokat csinálni. Kaptunk egy új skillt. Haverok az, ami Pokémon? Hát akikkel a Warbandet be akarsz játszani. Na, megkaptuk a Whirlwindot. Azt fogom majd nyomni a négyessel. Juhi! Itt nincsen a barbárnak ilyen resource-a, úgyhogy... A cooldown-okkal kell ügyeskedni, ezt nem tudom, hogy egyébként a többi klassznál hogy van, de ti majd kijavítotok. De itt tényleg csak a cooldown-nal kell ügyeskedni. Itt látjátok, hogy mikor tört vissza, hány charge-os. A Whirlwind például úgy megy, hogy én elnyomok ennyit, látjátok, és onnan tölt vissza. Tehát tudom nyomni újra, csak van rajta egy nagyon pici cooldown. Senki nem is Fury vagy Manna, aha. Ez amúgy fura nekem, de végül is működik. Tehát, hogy nem, tehát, hogy amíg felúsztam a másik karaktert 30-ra, addig nem volt gond. Amúgy ezeket a kockaszámokat kikapcsolom, mert nem nagyon megyünk feljebb 40%-nál, ahogy láttam. A resource management túl komplikált az átlag mobil játékosnak. Aha. Szerintem működik így a dolog. Ding, ding, level 9. Mondjuk én így a Diablo 3 után furcsáltam azt is, hogy nem lehet ilyen rúnákat állítgatni a spelleknél, mint ugye a 3-ban. Lehet, hogy majd később lehet ilyet csinálni, nem tudom. Van amúgy egy jobb fegyverünk, láttam. Mindjárt lecseréljük. Hol lehet a kameranézetet feljebb emelni? Sehol szerintem, Bozsa. Legalábbis jelenleg sehol. Nekem Telón engedte a 60 FPS, de már attól már melegedett. Amúgy
nagyon jó hír, hogy nekem a telón úgy fut az Immortals, hogy így... mindjárt mondom. Tehát, hogy nem melegszik a telefon. Akkor melegszik a telefon, hogyha ilyen, mit tudom én, mediumra vagy high izére beállításokra felhúzom. Na az ő HP-ját például háromszor kell levelni, vagy négyszer. Ami amúgy így mobil gamingnél az, hogy nem melegszik a telefon, az amúgy nagyon jó. Tehát, hogy nem egy forró cuccot fogsz a kezedbe. Na, nyugi, nyugi. Ajaj. Ő itt Ifris, a pusztító. Már nincs sok HP-ja. Nekem P30 Pro-ban kicsaptam monitorra és nyomi. Nagyon sok kontroller supportált egyébként telóval, tehát hogy meg tudjátok csinálni, kirakjátok a teló képernyőt mobilra, és kontrollerre nyomjátok. Nagyon kényelmes amúgy, tehát hogy nagyon jó egyébként a kontroller supportja, majd azt is megmutatom nektek. Azt hiszem az eszközökben ott van Bozsa, most én nem emlékszem pontosan, hogy melyik típusú telefonon van. Hogyha valaki gyorsan megnézi, nyugodtan elmondhatja, de valami 10 fölött vagyok. iPhone 10 fölött. Szevasz, Hefex. HP-t mi alapján kapok? Itt kidobja a globot képesség használat alapján. Tehát, hogy nyomogatom a képességeimet, és néha-néha így kidob egy globot. Meg van HP potim is, bár azt itt nem jelzi a kijelzőn. Tehát, hogy itt valahol a mobilon jelzi a HP potit, de most nem. Nem tudom, hogy azt itt PC-n majd hogy kell elnyomni. Gondolom, mert még nem ment le a HP-m, ezért nem hozta ki. 13-as? Ó, köszi Barbie. A Q-val? Igen, a Q, de valamiért nem jelzi. Mobilon itt van valahol ezen a részen, de most itt nem jelzi. De amúgy elnyomtam a Q-t és hírelt rajtam. 3 potin van alapban, amúgy. Ilyen hosszú a game. 20 óra elvileg a sztori. Mondjuk, nem tudom, rásolva mennyi. Látjátok, már most 10-esek vagyunk. Mi a max szint egyébként? Nekem nagyon tetszik a játék. Eladogasz. We were lucky I arrived in time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation, a demon named Skarn. Skarn. Sose hallott Kain még a Skarnról korábban. Köszi szépen Proxy egyébként az infót. Indeed. And there's the matter of what. Neked ment very high beállításokkal a telón. Na, wow. On that we agree. 60 a max. Ó, köszi szépen, észraj. Vannak paragon szintek, sőt, már valaki ilyen Greater Reef-szerűségeket nyomnak. Cross gene a game. Azt nem tudom, mit jelent itt a telefonnál. Telefonos játékoknál mi a cross generáció. Hogy ha iPhone 12-n futott, akkor 13-on is futni fog például? Mert akkor igen. Akkor cross-gen a game. De amúgy a 4-es skillet felett kéne jelezni a HP potikat. Ja, valószínűleg azért nem mutatja még, mert nem sebződtem meg annyira. Nyomom itt az e-sport diablózásokat. Tessék, milyen menő Necro? Bárcsak ilyen menő képességei lennének a Diablo 3-as Necrónak.
szugolnak. Na, itt mondják el amúgy azt, amit én mondtam az elején, hogy ugye Skarn próbálja a világkő darabjait összeszedni. You cannot have forgotten the significance of that stone, or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid, however you can. Lend your aid. Most nem tudom, mit csinált. Ott összeesett egy csonti, ő meg elteleportált. Be not fearless. A Zakarum scripture. Are those who have darkness. Is spreading once again, and it seems I must ask the impossible of you. Hát, hogyha a Diablo 3 szerinted egy szégyen volt, akkor valószínűleg ez az Immortál se fog tetszeni. De talán majd a Diablo 4 igen. It was once my people's sacred charge to guard the heart of creation. We failed at that task. To be given a chance and redemption like this. How could I refuse? From the depths of my heart, thank you. Nyugodtan kérdezz, Martin, ez akár többet is. Több karaktert is lehet csinálni, én ahogy láttam ilyen 6 kötőjel 8-at egy szerveren. Esetleg van valami infója valakinek, hogy az Exynos chipsetes készülékhez kap-e majd a játékpecset? Hallottam ilyet, hogy valakinek nem megy. De nem tudok róla, hogy ezt milyen gyorsan orvosolják, ha orvosolják egyáltalán. A Paul neked jobban tetszik? Na, akkor gondolom te is várod majd a nagy content patchet, amit Paul 2-nek hívnak. Szevaszia, jó! Na, mindjárt kész lesz itt valami, ami 97%-os. Hány chapter van ebben a részben? Mármint ilyen aktra gondolsz? Nem tudom. Nem tudom, hogy hány akt lát. Érdemes-e tördeni a cuccokat, vagy feleslegesen csinálom? Érdemes. A cuccok tördelése az gyakorlatilag a játék egyik alapja, a betört cuccokkal való vigyulázás. Legalábbis a Diablo 3-ban az volt. Iszonyat bágos a game, és a textúrák se töltenek be rajtuk. Nem tudom, nekem egyszer-kétszer így villogtak az árnyékok, de azt leszámítva semmi baj nem volt nekem telón. Na, most már megkaptuk a zone mapot. Így néz ki egyébként a térkép. Ilyen rajzolt térképet kaptunk. Oké. És akkor azt mondja, hogy ki kell mennünk, és menni kell az Ashwold-ba. Megmentettük Vortamot. Szuper. Na, és most nyílik meg a világ, most már látjuk a többieket. Meg tudjuk nézni a kódexet, ami amúgy iszonyatosan menőn néz ki. Itt van például a Battle Pass. Ahogy látom, a Battle Pass az nem account wide, hanem így... vagy nem tudom, lehet, hogy ezt még nem oldottuk fel. Mert hogy én már nem tudom, hogy a szintet elértem a Battle Pass-ba. De akkor ezek szerint ez még nem állokkolódott. Nem tudom, hogy működik több karakter esetén. Tehát, hogy ez a kódex, itt lehet így az achievementért és a többi cuccokért járó jutalmakat begyűjteni, illetve trackelni azt, hogy milyen daily questek vannak, vagy ilyen heti questek vannak,
amivel tudjátok húzni a Battle Pass-t, illetve kaptok ilyen-olyan rewardokat. Hát, amúgy itt vannak achievementek, de hogy ezt így még nem mutatja a játék ezen fázisen, később majd feloldódnak ezek is. Aztán már rögtön itt a shop. Telón nekem magyar, tehát hogy forintba levő árakat ír, és vannak ilyen limitált kezdő csomagok. Nem tudom, hogy még mennyire fontos amúgy ez az Eternal Orb. Azt hiszem, hogy amúgy ez a fizetős fizetőeszköz, azt hiszem, és itt kapunk egy ilyen cosmetic skint pár száz forintért. 800%-os extra vajú. tudom, hogy sokat érdekel a shop, úgyhogy bár ahogy látom, az még annyira nem elérhető. Itt van a Warband, ami gyakorlatilag annyi, hogy tudtok 8-an együtt játszani. Posztokat izélni, meg ez alapján keresni, hogy ki mikor ér rá, csapatokat keresni. És itt van, hogyha együtt játszatok, akkor nő a drop rate például, meg storage boxotok van, saját storage boxotok van. Dante, köszi szépen a támogatásodat immáron egy éve. Nekem csak az az arról nagyon eddig, hogy olyan ez a mobilos UI és a PC-s. Hát, egy kicsit másabb, mert szét van húzva, tehát hogy itt azért több a hely, de amúgy igen, majdnem ugyanaz. Lehet szó nézőkkel közös Warbandról, meg klánról is. Én feltettem amúgy a kérdést, hogy így Discordon, hogy van-e igény klánra, mert hogyha igen, akkor én szívesen csinálok. Igen, a kódexet néztük, mi az, amit még nem néztünk. Letöltési jutalom. Kapunk 10k goldot, meg ilyen scrap materiált. Úgyhogy ezt begyűjtjük. Aztán... Mi van még itt? Ja, ezek a beállítások. Na, mit akar ennyire a skillekkel? Itt nem tudunk semmit se állítani. 34-esen kapunk majd egy új primary attackot. Na, itt a shop, csak takarva volt, tessék. Daily reward. Akkor úgy néz ki, hogy ez is karakterfüggő. Ez is ilyen széttörésekért járó jutalom. Upgrade materiál, tehát amivel szétszedtek cuccokat, az gyakorlatilag upgrade materiál lesz egyébként. Ez az a crest, az a pénzes fizetőeszköz. És azt hiszem, hát itt van, hogy mennyibe kerül, és én azt néztem, hogy valami, azt hiszem, 1000 ilyen Eternal Orb-ba kerül a klán készítés. Tehát, hogy itt vannak egyébként az árak, akit ez érdekel annyira. Bár én megmondom őszintén, talán ezeken látszódik az, hogy mennyibe kerül egy ilyen set. Ez nagyjából ilyen 8000, 8-7, hát nagyjából ilyen 8000 forint egy ilyen set. Ez a standard set. Amúgy itt PC-n azért látszódik, hogy ezek mennyire jól néznek ki. Telón például ez a középső, ez nem nézett ki olyan jól. Ez micsoda? Értem. Ez nem tudom, mi volt. És itt van a collector része. A poéból már ismerős lehet, hogy vesztek ilyen kozmetikai cuccokat, és kaptok hozzá például ilyen portál kinézetet. Szóval, hogy ezek ilyenek. Meg ilyen frémet is lehet hozzá kapni, nyilván ez már drágább, de hát ki mit engedhet meg magának. Igen. És ez a Legendary Crest, ez egyébként ahhoz kell, hogy amikor bemész riftezni, majd ezt is meg fogom nektek mutatni később, akkor tudjátok növelni
bizonyos lootoknak a drop rétjét ezekkel a crestekkel, legendary crestekkel. Ennek a game-nek mi az értelme? Miért nem a D4-re fókuszáltak a Blizzardnál? Hát, mert nem ilyen egyszerű ez az egész, tehát hogy ha a Blizzard azt mondja egy másik csapatnak, hogy csináljanak egy ilyet, közben van egy olyan csapat, akik a Diablon ilyen dolgozik, egy másik pedig ezen, akkor hát miért ne tegyék meg? Itt lehet nézni a questeket, bár ez jelenleg csak annyiból áll, hogy így mutatja a main questeket, legalábbis 30-as szinten is csak a main questeket mutatta. Mi van még itt, ami érdekes? Látjátok, hogy itt a paragon szintek, tehát hogy van élet a 60-as szint után. A bestiárium is majd menő lesz, hogyha odáig eljutunk. Meg lehet nézni a barátokat, ott van például, hogy Blade nyomja már az Immortals-t. Aztán Party Finder is van, de amúgy amikor bemész egy dungeonbe, akkor nagyon jól összedobja a csapatot, tehát hogy amiatt nem kell izgulni. A Warbandet meg már mondtam nektek. Itt be tudnám gyűjteni a preregisztrációs cuccot, de most így nagyon elgondolkodtam azon, hogy én nem biztos, hogy erre a Pastorella nevet viselő karakterre gyűjteném be, akkor még inkább a Girlmindra. Azt se tudom, hogy például itemeket tudok-e két karakter között mozgatni, tehát hogy ez is például egy új dolog számomra. Jó. Oké, tehát itt vagyunk a városban, és akkor látjátok, megy automatikusan, nem érek hozzá. Elmegy oda, ahova kell. Nyilván nem mindegy küldetésnél ilyen. De hogy van automata navigáció, szerintem ez nem egy ismeretlen dolog így mobilos RPG játékoknál. Saját ládikóban szerinted úgy működik, mint a Diablo 3-ban, vagy így tudok? Uh-huh. Úgyhogy, aki már játszott a telefonos játékkal, annak így jó pár ismerős motivum feltűnhet. Na, azt mondja, hogy kaptam egy új skillt. Ne lepődjetek meg, ezek itt lehet, hogy bebugolnak. Welcome to Diablo Immortal. Na, hát ez már egy új dolog, én ilyet tegnap nem láttam, de ahogy látom, ez egy új dolog, hogy kérdévet töltetek ki. Hát, azt köszönöm szépen, nem. Ezt nem tudom, hogy... Daily Reward earned Mystery Chest. Azt láttátok? Mystery Chest, halom? Na. A lehető legjobb bónuszokat felvettük magunkra, és most így néz ki a karakter. Hadd szóljam. Spoiler, meghal. Bandita nem halt meg? Azt hittem. Akkor majd mindjárt meghal. Személy szerint én játszom a Ni no Kuni mobilos játékával, és gyűlölöm az automata mozgás, meg fura, hogy a skillek is automatizálva működnek, a gombok csak dísznek vannak. Mobilos gaming. Na, a szintet lépett a spearünk, ami gondolom annyit jelent, hogy többet sebez. De ez nagyon idegesítő. Remélem ki lehet kapcsolni ezeket a tooltipeket, mert hogy így mutatja, hogy lett új képességem, de nem lett új képességem, csak fejlődött. Ja, itt a képességeket, azokat én nyomkodom egyébként. Jó. Ennyire jó mobilos gémmel még nem találkoztam, bár még csak egy óra volt. Pedig amúgy sok ilyen jó játék van. Ha jól tudom egyébként, az Immortals-nak is van egyébként egy, hát ilyen,
hát nem tudom, hogy ezt hogy hívják, de hogy van egy alapja, amit már az emberek megismerhettek, tehát hogy ez sem a semmiből született. It seems Ashwald has become overrun with the undead. Do you know anything about that? De ilyen szép volt a másik, és nyilván nem. Nem hiszem. My son joined up at the Crypt of Honor Dead just this morning. De amelyik csapat ezen dolgozott, annak volt egy játéka, én úgy tudom. De lehet, hogy ez rosszul emlék. Vagy lehet, hogy csak álmodtam. De bízom benne, hogy valaki megcáfolja, vagy megerősíti ezt az információt. Hogy oldottad meg, hogy mobilán játszol, de a gépeden jeleníti? Nem. PC-n is megjelent, képzeld. PC-re is megjelent az Open Beta. Ott van Benny. Benny elől ellopom a mobokat. Ad legyen morcos. Megyünk a kriptához. Ez micsoda? Dream Reapert meg akarják ölni? Megmentjük, srácok. Bár valószínűleg eddig mentettük meg. Majd egy láda, treasure chest. Amúgy tényleg olyan hang, mint a Diablo 2-ben, nem? Ez a ládából kieső loot. Már lehet, hogy amúgy a 3-ban is ilyen volt. Persze van crossplay. Mennyi ideig fejlesztették ezt? Hát mivel 2018-ban jelentették be, és már gondolom előtte is dolgoztak rajta, hát így valószínűleg több mint 4 éve. Hogy lehet csatlakoztatni a kontrollát, azt majd elmesélem? Persze. Telefonra? Hát így... Nekem annyi, hogy megnyomom a share meg a PS gombot, és így a telefonnál a Bluetooth eszközöknél kiválasztom, elkezd világítani nálam rózsaszínen, nem tudom miért, vagy pirosan, és már tudom is használni. És kérje a telefonnál, hogy control connected. Jó amúgy a mobilos irányítás, meg controller is jó, bár nagyon fura volt, hogy az autó attakot például a Xbox controlleren a B-re, PS-en pedig a körre rakták, de a layoutot is meg tudjátok változtatni, tehát hogyha nektek nem tetszik, hogy az autóatak a körön van, akkor meg lehet változtatni, ez is például egy tök jó dolog, hogy nem kötött. Na, királyság Blade, örülök, hogy bejutottál. Rügy! Ha már tudnék ultizni, de hát nem fogok. Thank you for your aid, adventurer. It appears I must go and teach. Ő az a Xul, aki ilyen menü átalakulásokat nyomott. The guard still lives, it seems. I leave him. Téged kidobál? Nem stabil a neted? Vagy hogy? Én még csak wifi-n próbáltam. The will of the mountain perseveres. Jó, azt mondja, hogy van új skillünk. Ja, megint áttettünk verve, srácok. Ami furcsa nekem, hogy a settingsben a controller menü alatt van a controller és a mouse and keyboard is. Míg ott fölötte egy controller menü, ami teljesen más tartalmaz. Ja. Deathmage isn't past killing for the information she seeks, and you just gave her a target. Mondom, ez a PC-s verzió olyan, mint hogyha csak így natívan futtatnád a játéknak a telefonos változatát igazából. Csak van hozzá egér billentyűzet support. There may still be time. Jó, és akkor most megyünk visszafele. Hát azt írjátok, hogy van egy fél órátok alvás előtt játszani. Igazából
ha megcsináljátok a sztorit, utána simán vele fél ilyen kis riftelgetés, meg ilyenek, amiket ismerettek a Diablo 3-ból is. Tehát, hogy ha majd eléritek úgymond a maxot, akkor szerintem látni fogjátok, hogy, hogyan és miként fér bele a napotokba a diablózás. Tehát, hogy ne aggódjatok azon, hogy ez egy hosszú folyamat, hanem nyilván lesznek majd ilyen sztori dolgok, de hogy alapvetően a játék nem ilyen hosszú session-ökkel operál, mint most itt a fejlesztés. Ja, gyakorlatilag, mint hogyha egy elég smooth emulátor lenne, ja. De hát gondolom nem is volt sokkal több a terv. Nem tudom, mi lesz majd a terv a továbbiakban. Úgyis a játékosok nagy része telóról fogja nyomni. Ezt nem tudom neked megmondani, Herpex. Erre valószínűleg olyan tud válaszolni, aki már belerakott 10-20 órát a játékba, és bőven vannak ilyen játékosok. Elég jókat kriterünk amúgy. Is that all you got? So, you're the one who took care of the undead at our gates. Thank you for that. It's been a while since any visitor has been able to walk through them. But I won't lie. We're in dire straits here. My men's weaponry won't survive another round like that one. Talk to Pauly. Azmir kapitány. Kb. Így futott egy Android natív Windows 11-en. Bárcsak lehetne már olyat csinálni. Let me guess. Azmir sent you. He knows I can see him, yeah? Well, like I told the last guy. Pauly. Weapons take time. Ez mikor jön amúgy? Nem tudom. I'm working as fast. Én azért frissített, azért is frissítettem Windows 11-re. I'm sorry. The stress is eating everyone alive. Here, I've got half the lot done. Just take him to the man. Hopefully, that will hold them for a little while longer. Back to work then. Back. And with half the order, no less. I wish this were enough, but more and more these undead. Már majdnem olyan jó, mint a Raid Shadow Legends. Már majdnem. Az jobb. We will make do. De nekrót kezdtél? Na, Rabe, have fun. Now, I'm certain you didn't come all this way to deliver me a bundle of swords. What brings you to Guard's Watch? I'm looking for Queen Acilla's former handmaiden. The girl's life is in grave danger. Ajaj. Szegény former handmaident meg kell menteni. Her home isn't far, just up the trail from here beyond the graves. I'd join you if I could, but... It's all right, I understand. Don't worry, I will find her. Egy kapitány mégis miért csatlakozna a mi küldetésünkhöz? Tök jó amúgy, hogy itt felbukkannak ilyen Diablo 2-es karakterek, mint az IS Charles is. Jaja. Oh, elitek! Na, nézzük. Ez az, egy jó kis Morningstar. Oké, azt hiszem majd kell egy kovács. Itt van kovács szerintetek? Aha. Nagyon buta vagyok, én azt hittem, hogy PC-n nem mobil játékszerű lesz, de tévedtem. What can I do for you? Pedig ez ilyen. Lehet amúgy, nem csak, tehát, hogy nem csak egyesével lehet szelvizsálni, hanem itt vannak ezek a gombok. Ez az összes uncommon-t, az összes vagy itt a magic itemet és a sárgákat is be lehet törni. Most appreciated. View more, azt mondja. Nem érdekel, köszönöm a part invite. Barbár hívogató volt, de mindenhol az volt, és jó néha rápróbálni másra is. Én így voltam a izében. A...
a Demon Hunterrel, hogy így sose Demon Hunter-eztem azt, amikor egy szezont végig nyomtam vele a Diablo 3-ba, akkor nagyon-nagyon megtetszett. Szerintem amúgy itt lesz az első dungeonünk, ahol másokkal is tudok majd játszani. Ha emlékezetem nem csal. Hát ez nem lett jobb. Azt mondja, hogy menjünk be ide. Szevasz, Krappa. Hát az első, tehát kb. Amíg tízes nem leszel, addig nem lehet együtt játszani másokkal. Van egy... Ha nagyon rásolsz, akkor egy 10 perc, ha nem rásolsz, akkor egy fél óra egyedül. De látni fogsz majd egy ilyen számlálót. Ilyen százalék számláló itt bal oldal, hogyha az eléri a 100%-ot, akkor majd tudtok együtt játszani. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Barnoldius, hát nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdv, immáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Megint belettünk bételve, nem kaptunk új képességet. Srácok, peregjenek a szvegek Barnoldiusnak. Nincs mit krappa. Szia, nem Mr. Eki. Szia, Reni, üdv mindenkinek. Köszi szépen a pergetést. Of course you didn't. No, I recognize my old student's handiwork. The body's still warm too. You may wish to stand back. Reanimation can be unpredictable. Ő lesz a kis csaj? Aha, ő a csajszi. Sikerült reanimálnia, akit kerestünk. Jó, a szinkron, ugye? Most gondolj bele, mobil játék. Legtöbben nem is hallják. Ja, arról ne is beszél, vagy... Legtöbben el is skippelik. Nagyon szépen köszönöm, Barnoldius, rendes tőlem. VOD néző voltál eddig. Bele se tudok gondolni, hogy hányan lehetek amúgy, akik csak a vodokat nézitek. A királynőnek a sírhelye kellett. Annak, aki megkínoszta. Kik lehetnek azok, akik elszkippelik? Nem tudom, ilyen Jánter is szokott ilyet csinálni. Állítólag. Van-e valami talentfa vagy hasonló? Hát... Szerintem ilyesmi nincsen. Mindjárt megmutatom a skilleket, hogy milyenek vannak. Van talentfa 60? Na tessék, köszi szépen az infót, Gárdob. Ennek a hírnek nagyon örülök. Ensure she's properly interred. You, however, need to get to that tomb. Do not let Lethys near the queen's body. Sok pici talentfa, extra képességekkel, meg minden passzíva. Ó, köszi szépen az infót. Na most menni kell a királynőnek a sírhelye felé. Ilyenek egyébként, tehát hogy ilyen skillek vannak jelenleg. Ez a skillfa. Amit ez a skill könyv. Tehát, hogy így ennyi van. Akkor gondolom, itt ez a paragon majd ez lesz az, amiről a Gárdról beszél. Tetszett a Rogue Legacy? Mizu lovacska. Na már ide is értünk. Hát amúgy nem volt messze, tehát a csajszi, aki érdeklődött a sírhely felé, az így, hát na, csak egy kicsit arrébb kellett jönnie.
give me a moment. Hát te van valami nagyon mencit. Hát ha jól láttam a Resident Evil 2 szinkronosat. Ugye? Aja, a szimpi. Csak így nem akarok még egy izébe belekezdeni. Végjátszásba. De ja. Azt végig fogjuk pergetni, bármennyire is nem szeretem a zsánert. Hogy tetszik? Nagyon cool. More of these disgusting spiders. Vagy kell karaktert váltani? Hát itt logoutolsz. Nyomsz, bemész a menübe, beállításokba, és ott van a logout gomb. Gondolom ez azért is lehet egyébként kérdés, mert én is szembesültem azzal, hogy amikor már beléptem egyszer a karakteremmel, akkor automatikusan beléptet a legutóbbi karakterembe. Könnyebb. Hát nem tudom, mihez képest könnyű vagy nehéz haladni. Hát egy Diablo 3-hoz képest sokkal könnyebben haladtam. Mondjuk én nem olvastam el semmit a mobilon. Az első 10 szint az például gyorsan megvan. Conduit Globe. Ja, úgyhogy köszi szépen az infót, lovaska, az mindenféleképpen meg lesz csekkolva. Két nap alatt simán fel lehet menni 47-re? Hát ugye ki mennyit játszik velem. Meg akartam nézni, hogy a 30 ez nekem mennyi idő alatt lett meg. De nem hiszem, hogy olyan sokat nyomtam volna. Most mi? Inspektálni kell. Gondolom itt valamit. Vagy még van valami, amit meg kell venni, srácok? Valamiről szerintem lemaradtam. Windows 11-en és 10-en is elérhető? Hát szerintem még 7-en is elérhető. Inspect the vault. Nem tudom, így nem tudok. Ja? Jó. Valamiért nem poppolt fel ez a gárdrop. Nice, vad paraszt. Remélem hallottátok, hogy mit mondott. Mert ha nem, akkor majd mindjárt látjátok, hogy mit mondott. Milyen jó, hogy elteleportált ide. Nem kérek a lézer nyalából. Milyen jó, hogy ide leteleportált, hogy ne tudjak körbe menni. Kösz. Meghallotta a srácok, amit mondtam. Stream Sniper. A Void nevezetű szerveren nyomom. Hoppácska. Most már lehet sapkám.
have to hurry. My power grows. Ja, megsebzett ott is, ahol nem kellett volna a bossnak. Na, a 20-as szintet várom. Azt írja még nektek ki, hogy nem játszható a játék? Furi! Furi egyébként, András. Nekem tegnap déltől elkezdte szedni a telefon, és már tudtam is nyomni. PC-n meg már így 3-4-7-kor lehetett csapatni. Erről tudtunk arra pontra, hogy nem tudom megmondani, melyik játék van meg Battle.net a accountomon és melyik nincs. Miért mondod? Airdrop. Fú, de idegesítő. Hát most... First kill of the day. Na, itt vannak ezek a daily rewardok egyébként. Jó, begyűjtöttük. Ezt is, és mi az, ami még itt világít? Azt mondja, hogy be tudjuk gyűjteni. Az 5000 pénzt, már elértük a 14-es szintet. Köszönöm szépen. Itt van Gabeszem. A PC-n egyébként a Battle.net újraindítgatás segít állítólag. Bemegyek a Battle.net store-ba és megpróbálom becsekolni, hogy jó, ökámba léptem-e be is. Ami itt megvan, az a StarCraft 2 és az Overwatch, mind a kettő megtalálható teljes áron a store-ba. De fura. Pillanat közben, srácok. Valamire a botok lepottyantak itt a... a chatről. Gyorsan nyomunk itt egy újraindítást. Ah, hello again. I assume you followed the surge of energy here as well. Lethys never did have the patience for subtlety. Come. We must find the source of this profane rite. At its apex, we will find my wayward apprentice. Na. Super. Nem, Chopper, 7 óra volt, tehát hogy... 7 óra volt a beígért idő, ugye? A mobilos... mobilon játszóknak is a ma este 7 óra. Aztán korábban jelent meg. Végül is el óra. Kapja ez a bongólem. Nyomom neki. Tök jó kis tájékoztatót adott ki amúgy a Blizzard, hogy ilyen gyakran ismételt kérdésekre, hogy mennyit fog foglalni a játék, milyen kontrollerek támogatottak. Úgy említettem, Battle.net többször így már engedi. Jaja, azt javasolták itt a cseten a srácok nekem is. Mit így olvasta? Micsoda kutyákok! Undying Hound! Na, megyünk tovább. Közben elnyomunk egy potit is. Itt van Radan. A generális. Amúgy fura. Azt mondja, hogy el kell pusztítani a rituálét, de hogy így én már egyet elpusztítottam az előbb, és azt nem igazán értem, hogy miért nem adta be.
Úgyhogy ezt most annyira nem értem. Blizzardéknál fordítva működnek a lábnyomok is. Hát ugye az azt mutatja, hogy merre kell menni. Arra gondolsz. Erre gondolsz itt most, lovácska. Milyen az irányítás? Szerintem vállalható. Szerintem abszolút vállalható. Egy normális lábnyom mögöttem voltam előtte? Na basszus. Hát akkor azt gyorsan jelenteni kell, azt lehet, hogy megkapod az egyik skin csomagot. A bacska. Jéz! Hát jó esetben, hogy megyek ki? Amúgy nagyon zavaró, hogy itt egérrel... Na hát igen, ezt eléggé Nubia jól csináltam. Tehát egérrel... Egérrel támad is, nem csak mozog, és ezzel nem tudom, hogy mit lehet kezdeni. Vagy így, hogyha akarok valamerre menni, akkor menjen a karakter. Rájön meg támadni. Leszettem lesz a progress, mikor vége a bétának? Ezt nem tudom megmondani. Azt viszont meg tudom mondani, hogy amit megvesztek itt a bétába, az meg lesz a végleges játékba is. De amúgy szerintem ezt is leírták a gyakran ismételt kérdésekes oldalon a Blizzardék. De most így ezt nem tudom megmondani. A PC kliens a beta. Áhá, akkor ezt kevertem össze, tehát akkor a PC az open beta, a játék maga az a végleges. Ó, köszi, mert ez most nem volt tiszta számomra. Engem csak az a PC, hogy mindkét egérgombbal fut a karakter, így ha mellé kattintok, amikor támadok, akkor elkezd futni. Aha. Jó lenne egy olyan move is, amivel tényleg mozog. Shiptiken, nem csak támad. Nem tudom, hogy a jobb klik az olyan-e. Itt van letés. Ő egy gonosz nekromanta. Letés. Vetés. A gyere vetés. Eltűnt, srácok. Letankoljuk, fésztankoljuk, srácok, ezt az idézett izét. Lehet bindolni külön a move-ot, ami alapból a jobb klik, meg ugye van az attack, amit be lehet bindolni. De valamiért az, viszont az is mozog, ami érdekes. Aha. Amúgy a jobb klikket tényleg lehet move-olni. Zsír. Tök jó. Ezt nem tudtam. Hogy a jobb klik az a move, ami nem támad. Köszi! And I don't intend to. You are my target, Lethys. My failure to put down. Izé, ha írsz a supportnak, szerintem ők összevonják az accountodat, Gardrobe. Nekem két teljesen külön accountot is összevontak. Volt egy, ami nekem a Diablo rajta volt, másik e-mail címen is volt. Volt egy, ami a WoW volt, és összevonták. Supportnál. Ez nagyon idegesítő, hogy itt mondogatja, hogy nézzem meg a skilleket. Iridiana. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Imár a 29. hónapja, mint feliratkozott vadász és mint moderátor is egyaránt. Szia, Mirmidron! Üdv mindenkinek, skacok! Jó.
Mert egyenek, srácok, Viridiana-nak a szvegánk. You must go inside and break the tether that connects them. And how would I do that? Kill Leoric. You'd be surprised how often that works. Lefis desires dominion over the undead. Skeleton King. The power Diablo left within Leoric's blackened soul. Put his spirit to rest and the rift will go inert. Látszok, meg kell ölnünk a Skeleton Kinget. És állokkoltuk a Battle Pass-t. Elképesztő. Amúgy ez nagyon jól néz ki. Hát, hogy ilyen jutalom van a Battle Pass végén. Nyilván ez, ez a fizetős Battle Pass, tehát hogy ez nem az ingyenesben van. Ott van egy Impowered Battle Pass. És ez a Cosmetic jár. Jár hozzá amúgy egy ilyen kinézet is. Nem tudom, hogy amúgy, hogy meg lehet-e nézni például, hogy más klasszok miket kapnak. 2000 forint a plusz? Köszi az infót. És itt van a portál is. Jó, beütöttük a jutalmakat. Fura egyébként nekem, hogy a Battle Pass az így külön van a... Nem is itt kell megnézni. Battle Pass az karakterfüggő. Ez nekem nagyon fura. Tehát karakterenként meg kell venni a Battle Pass, hogy ez hogy működik? Tehát, hogy én a másik karakteremmel már nem tudom, hanyas Battle Passon vagyok. Ezzel meg látjátok, hogy így még csak most kezdtem. Na, itt lesz az első dungeonünk. Egyes difficulty. Itt vannak a nehézségek. Amúgy, ha ezt az irányítás parát kijavítják, meg a kamerát hátrébb lehetne vinni, az nem lenne rossz. Szerintem az irányítás parát elő fogják javítani, mint hogy kamerát mozgassunk. Fura egyébként nekem, hogy itt 45-ös játékosok is megjelennek, ez szerintetek miért van? Köszi szépen a pergetés, mi újság Viridiana? Ezt végig fogjuk nézni, a többiek meg már a fél pályán túl lesznek. Battle Passon felül még van előfizetés is a játékban, azt nem tudtam. Dynamic difficulty scaling van az egész játékban, szóval ide járnak. Ó, értem. My enemies fall before me. A core keeperre folytatódnak a felújítási munkálatok, Viridiana? Sir Gérás. Not yet. Kapta. Lót. Lót. Nem engedi hozzá bánydani a jelengém, ez mondom, hogy játszottam a játékban. Nem tudom, gárdok, ez miért lát. Nekem szerencsére itt van a telefonos karakterem is, meg amit most a PC-n is kezdtem, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez így működik. Ott valaki alul kukucskán, látjátok? Ez fel se tűnt, ezek a részletek nem tűnnek fel telefonon. Nagyon fontos kérdés, srácok, aki esetleg már nagyon vágja a játékot. Vannak-e benne goblinok? Ha nincsenek, akkor ez egy gagyi játék. Na,
másfél percenként újra tölt a játék. Én nem tudom, de ha valaki találkozott ilyennel, nyugodtan leíratja itt a cseten. Tegnap startnál például nem is lehetett hozzáadni a battlenethez, ami elég fontos lenne alapjáraton. Én amikor este próbáltam, akkor nekem 5 perc volt a queue. És először az volt, hogy beléptem, aztán kiírta, hogy hiba van a csatlakozásnál, aztán újra kérvényeztem, és utána meg már jó volt. Mondom, mintha valami e-sport játék lenne, úgy kerülgetem, pedig ezen a nehézségen nem kell ennyire figyelni. Nem lehet később amúgy a guest accountot ott hozzákapcsolni a Battle.net-hez? Ez gyönyörű volt. Ez is. Picin VSD-vel megy a mozgás? Nem, ez még mindig Diablo. Tehát, hogy itt... a Diablo-ban nincs VSD-s mozgás, hanem oda megy, ahova nézel az egérre. Bár ki tudja, lehet, hogy a Diablo 4-ben majd VSD lesz a mozgás. Az autó pick-upot mindenki mindenre benyomja a mobile-on. Hát szerintem én itt PC-n is be fogom nyomni, mert hogy kényelmes. Bár a feeling az, hogy én veszem fel a lótot, az lehet, hogy kell. VSD-vel is megy. What? Lehet VSD-vel menni? Na ennek mi értelme van a VSD-nek? Hát úgy nem is tudsz célozni, tehát hogy nyomod a VSD-t, de tehát ha nyomod az alt és arra van az egered, nem néz más fel a karaktert, tehát hogy így... Amúgy van VSD. Bocsánat. Én elnézést, nem gondoltam, hogy itt VSD-zni is, tehát bocsi. My bad. Ja, az kényelem egyébként kontrollerre, hogy hátrafele mozgok, azt jobbra izélek. Ezt a VSD-vel meg lehet csinálni. 45-ös arc mindjárt hal. Hát ő tudja, hogy hol vannak a határok. Ha össze van kötve a mobilon a Battle.net, akkor a PC-n megvan az a karakterem, amit mobilon használtam. Igen, nekem így, én így kezdtem ma a streamet, igen. Itt van! A Skeleton King. Amúgy nagyon jó, a DH-nál például jó, mert VSD-vel mozogsz, egérre meg irányított, hogy merre lőjön. Ha! Nem gondoltam, hogy ilyet behoznak amúgy. Az immortálza. Nincs DPS méter, pedig ez egy MMO. Nézegetném, hogy kinek mekkora. Amúgy biztos lehet majd nézegetni, csak ez... hát ez még tutorial, havaska. Hoppá, hova pörög a jántár? Meg amúgy valószínűleg a dinamikus izélés miatt nem biztos, hogy jó adatokat kapnánk.
Oké. Egy újabb sapka, egy újabb öv. A görgetés a karaktert izélni. Karakteremet tudom nézni jobban. Telefonon is egyébként lehet irányítani, hogy merre nézzen a karakter. Hát, nem, itt se tudod irányítani. Itt is az van, ami telefonon, hogy... Hogy így... Ha most például nyomom a 3-ast, és VASD-vel megyek, akkor így tudom azt mondani, hogy megyek arra, de hátra ütök VASD-vel, ami amúgy nagyon fura. Tehát, hogy VASD meg még nyomogassam a számokat, ez nagyon fura nekem. De van értelme egyébként. Talán úgy így a jó mutatni, hogy így nyom az A-t meg a D-t, és így tudok arra célozni. Amúgy ez király. Mert hogy egyébként a klikkel csak arra tudunk támadni, amerre éppen néz a karakter. Hát akkor valószínűleg amúgy a VASD-s játékosok jobbak lesznek, mint akik klikkel irányítják a karaktert. Lethys got away. She was right. I couldn't do it. I couldn't kill her. Ezt hol nyomom be? Micsodát? You can still catch her. Hosszan nyomva tartom a képességemet. Ez az egyes volt. El is tudod rendesen kasztolni oda? Vagy hogy csinálja? Már mindjárt megmutatom. Itt van pettyes. Tehát olyan, hogy VSD-t nyomom, megjelenik a kettes. És akkor elengedem az egyes. Tehát, hogy lehet így játszani izével. Csak hogy... Ugye az egéren mutatom azt, hogy hova menjen a képesség. Tehát, hogy... VSD-t nyomom, egérrel pedig nyomom, hogy merre támadjon. Tehát, hogy így lehet arra támadni, amerre éppen nem néz a karakter. Alapból működik a VSD-ja. Én megmondom őszintén, nektek nem is próbáltam, ameddig itt nem mondtátok, hogy ez így egy működő dolog. Akkor marad mindenképp a vicces megoldás, hogy addig futok körbe, amíg nem lokkolja a boss-t, és nem a falat lövöm szegény Demon Hunterrel. Szali, nem tudod a kontrollert, hogy állítom be tableten? Beállítottam tök jól, de gépen most nem tudom. Nem tudom, nekem működik jól a kontroller. Mondjuk nem. A kontrollerem jól működik a PC-vel, viszont ezzel a játékkal még nem próbáltam. De gondolom van köztetek már olyan, aki egyébként... Most beléptünk egy solo story dungeonbe. Gondolom van köztetek olyan, aki PC-n a kontrollerre nyomja. Letés. Itt van letés ismét. Rápörgünk letésre. Hát nem ment arrébb időbe a karakter. Mindjárt meghal, letés. Jobb billentyűzetre? Szerintem ennél a játéknál adni fogja amúgy a kontroller például. Majd megnézem. Mármint, hogy így PC-ről is. Jól van, Fajansz Chopper, köszi, hogy itt voltál. Szia.
nagyon gagyi volt, az Xbox-os mappinget írta, ahol ott PS-en volt. Nekem telóról, amikor a PS kontrollert rácsatlakoztattam, akkor a PS-es layoutot írta ki. She never was the type to put her life on the line. What? Úgyhogy telóról az jól működött. I killed her. Did you know? And yet, dead people tend to leave corpses. They certainly don't explode into bloody mist. They sort of just crumple. No body, not dead. I will have to follow after her. Regardless, I must thank you for your aid, my friend. Tök jó volt megölni Leoricot ismét, a Skeleton Kinget. Na, itt már nem beszél? Abba maradt a voice acting. Na, kaptunk egy új választ. Jé, innen is lehet upgrade-elni. Azt hittem, hogy ezt csak a városba lehet megcsinálni. Az a feladatunk, hogy érjük el a level 20-at. Na jó, hát akkor mindjárt itt megcsapkodunk valakit. Hát, hogy az hogy lehet, hogy nem értük el a level 20-at? Tehát, hogy addig nem megy tovább a sztori. Ennek olyan izé hangja volt. Vizsdoktor hangja. Ja, akkor a kukacoknak van ilyen vizsdoktor hangjuk? És hol van az enemy? Ez az első alkalom, hogy ilyen pull of reflection találok a játékban. Már csak enemit kéne. Aha. Ez szíves. Kért, hogy csináljak rifteket, de hát addig a pontig még el sem jutottam, pedig azt meg akarom nektek mutatni. Na végre. Ugye meg lesz az a szintlépés. Na. Na. Csak sikerült. Na, ez a beszéd. Én így jártam a level 35-én, elég idegesítő felek, hogy ott szerintem be is lassult a szintezés. Valószínűleg igen amúgy, csak ott azért már lehet riftezni például. Itt meg még nem, tehát hogy még nem jött el az a pont. Azért lepődtem meg. Hogy itt nem értem a level 20-at. Ha várjál, tehát most engem oda akar elvinni a játék. Igen, igen. Tehát, hogy az elején kapunk egy izét, legendary crestet, amivel kapunk legendary gemeket, kettőt is, aztán utána már nem kapunk legendary gemeket, max, hogyha izét, tehát például a izéből kapunk a Battle Pass-ból, Gardrop. Now, let's see if the scroll of Westmar she gave me actually works. Azt mondja, hogy nyissa a portát, mert... Sima questeket tudsz mondjuk használni, hogy szedj ki materiált, amiből a legendary gremeket craftolsz. Hú, arra kíváncsi leszek, hogy ez majd hogy működik, mert én csak egy riftet mentem, az sem. Another tight-lipped adventurer. Lieutenant. You're not the first to step through these Lieutenant gates on business. Dunne. All right. Pirivel kell beszélni. Pirivel a hídon. I knew it had to be you.
Been waiting a while for you to show. Charcy would have stayed, but you know, she's got business to run. Charcy egyébként ismerős szerintem. Who is Charcy? Charcy a Diablo 3-ba is benne volt, nem? Forgive me. I got a little overzealous there. Let's say we all have a mutual friend. A certain scholar who arrived before you did. Our friend. Vagy ő a Diablo 2-ből van? Charcy neve nagyon ismerős. Charcy is the one you want to speak with. Find her at the blacksmith. Mert lehet, hogy amúgy... Good luck. Lehet, hogy csak a kettőbe biztos? Na, akkor lehet, hogy onnan ismerős. Az Act 1-es Kovács? Akinél lehet ilyen szoketelőt szerezni, vagy mi? Itt van a Lanali. Vass. Vagy nem is tudom, hogy hívják azt az utcát. Ja, megvan most már közben. Most ne haragudjatok, de meg kell néznem, hogy ez az a Charcy. Hát ez szerintem amúgy ő. Tehát ez az a Act 1-es Kovács. Ja. Hey there. It's good to see you. Sziasztok, esetleg nem hallottatok róla, amikor fixálják a Samsung Galaxy-s problémát? Na, milyen probléma van, ott? A man on the bridge implied you could help me find Deckard Cain. It's you! You're here! Cain is gonna be so happy you arrived. Nem is gondoltam, hogy Charcy ilyen fiatal. I'm first to welcome you to Westmarch. Isn't it as grand as the stories say? Azt hittem, hogy ő valami 40-50 éves tag, amúgy. Where might I find Elder Cain? Oh, right, of course. Cain has a workshop. Legalábbis a kis pixelek alapján, amit így láttam a Diablo 2-ben. Once I finished up here, I'll join you two. A Note 10 például nem elérhető? Ó, nem is tudtam. Be safe, alright? Na várjatok, tehát hogy azért itt szétszedünk pár cuccot. Nem tudom, hogy van-e limit az inventorin. Van limit az inventorin, srácok? Rare, magic és a normál itemeket is szétszedjük. Van limit? Akkor jó, hogy szétettem. Ura, hogy nem látlak, pedig én is itt vagyok. Ja, itt is ilyen tuti, ilyen sárdos rendszer van amúgy. Ú, de jól néz ki ez az orocsi. Itt is ilyen sárd, vagy nem tudom, léjeres rendszer van, hogy ne az összes játékost lássuk. Van, de 6 plusz sort már lehet venni. Ja, az az előfizetéssel a jól. Jól értettem. Aha, előfizetésem. And with the shard of the world stone, I hope? Of course. Is it time to destroy them? Well done, my friend. I am certain. Most amúgy, hogy ezt a párbeszédet hallom Káintól. Ja, ez az a Káin lesz egyébként, akit Diablo 2-be is annó hallottam. For now, it must be kept out of sight. Itt egy Crusader, meg egy Necro nálunk, ahogy látom. A múlt töredékei. Amúgy hülye biztos a betörése rendszere, ha olyat próbálsz meg salvage-elni, ami erősebb, mint amid van, a játék még szól is. Ó! Oh. Király! I spoke of a ritual that revealed the Worldstone shards in Wortham and Ashwold. Well, while you were busy, so was I. Tarrás a rituália. Talos's ritual has revealed a third stone to me. You see, the ritual cannot simply find all the shards across the world. 5 évvel van a Diablo 2 Lord of Destruction történései után, Bál kivégzése után, Dunyuska. A place of great and ancient evil. So the shard is already in someone's hands then. Szevasz, vérakarcoló. Hát mereg itt, kérlek szépen, a diablózási.
You must expect that the darkness is already moving against you. But you are not alone. In fact, Charcy should be here soon. Charcy? I can think of no one better to help you find the strength you will need. Charcy nagy segítségünk lesz majd itt a világ kavics töredékeivel kapcsolatban. Mi van? Eltűnt a hang megint? Really? Let me see it. Ez valószínűleg csak bug lesz, tehát hogy biztos, hogy van voice-over. Yes. The grooves of this weapon function as sockets. Some rare armors and weapons can be befitted with gems of legendary power. There's research on it around here, if you can find it. Na tessék, a legendás gemek, legendás erővel. Na tessék, így rakunk gemet a fegyverbe. Amúgy nem a fegyverbe fogjuk elsőnek tenni a gemeket, hanem így a felszerelésünkbe. How would one go about acquiring them? Well, the writings I've seen speak of the Elder Rift. Elder Rift. The same breath as these gems. Az Elder Riftből tudunk gemeket szerezni. Still, I believe the royal mages recently made a breakthrough involving something called crests. Jó. Azt mondja, hogy menjünk vissza és beszéljünk Charcy-val, aki egyébként ide jött hozzánk. I would have thought destroying worldstone shards would take more time than that. You're not wrong there. And it appears I must find another in the dark wood. Kane mentioned you might be able to. A dark wood az Diablo 2-es akt 1-es terület, nem? Oda kellett átmenni az alagúton keresztül, vagy ott vannak azok a kavicsok, ahol át lehet menni a K.O. levelre is. Már nem emléksz. Bár az a Cold Plains, ahol azok a kavicsok vannak. Már nem emlékszem, srácok. Emma volt. Ott van a fa, ami adja a térképet. Ja, akkor ott oda kellett átmenni az alagúton keresztül. Mi van? Eltűnt a hang. Haló? Jaja, a Yetik őrizte fa. Igen, igen. Telefonról egyébként az eszkortolandó NPC-k animációja olyan, mint hogyha két FPS-sel történne. Nagyon vicces. Legalábbis reggel olyan volt. Crest Merchant. Azt mondja, hogy 160-ba kerül egy Eternal Legendary Crest, de szerencsére most kapni fogunk egyet ingyen. Ja, van pár olyan escort NPC, ami diavetítésben mozog. Nagyon vicces. Azt látod, hogy így lépked. És nincsen átmenet a kettő között. Zsondó Móren. Még mindig olyan, én nagyon jót szórakoztam rajta, olyan, mint hogyha valami 2002-es játékba futna az NPC. Igen, igen, nekem is tetszett. A többi pedig a bankkártyámon. Head over to the pedestal and az elsőt ő állja, a többit meg majd én. From what the mages tell me, that should activate the Elder Rift. Good luck in there. Lehet fizetni is érte, hogyha akarsz, Afrojack. Kíváncsi vagyok, hogy free-to-play játékosként hogyan lehet érvényesülni. Közben itt megpróbálom claimálni a jutalmakat. Ez a hit, ez micsoda, mert hogy így ráklikkelgettem erre, combat ratingünk van. Hilt trader, crestek, reforged stone-ok, gemek és a többi.
Ó, hát ez most meg is válaszoltam magamnak ezt a kérdést. Na, irány, Elden Riftezni. Na, kaptunk Daily Reward, Free Rare Crestet kapunk minden nap. És hármat lehet berakni, hát én rögtön berakok kettőt. És itt van, hogy miben módosítja egyébként a lootot, tehát kapunk 8 Fading Embert alapból, XP-t, meg egy Mystery Legendary-t kaphatunk, gondolom nem kapunk fixen, nem kaphatunk. És látjátok, hogy bővült a loot Legendary Gemmel, illetve 3 rúnával. Meg még 4 rúnával, illetve még kaptunk Fading Embert is, és lehetne még egy harmadik keresztet is berakni. Ezt lenyomjuk egyedül. Indításnál kifogy a játék? Na basszus. Itt vannak a Rift modifierek, az Ultimate Skill gyorsabban töltődik, a Movement Speedünk 20%-kal gyorsabb, illetve itt lesznek Acid Pullok, tehát lassítani fognak az ellenségek. És majd figyeljétek bal oldalt, ez időre megy, tehát nem tudom mi van akkor, hogyha nem csináljuk meg időre. Gondolom nem lesz olyan jó a reward. Tényleg amúgy az ulti nagyon gyorsan tölt. Hát ez most nem megy olyan gyorsan. Kaptunk egy rezurekciót. Majd ezt is szóljatok rám, hogy mondjam el, hogy ez miért fontos. Hát ez most azért gyorsabban ment. Na végre egy elitpak. Na végre beindult. Helyett tryhardolás, srácok. Meg legyünk időben. Menő az ultim, ugye? Gondolom ez basic attack-on múlik, hogy mi az ultim, nem? Na, nem erre kell menni. Basic attack válogatja, ha jól gondoltam akkor. Na itt egy elitpa. A levegőben van valami pocsolya. Ez a map, ami most vagyok, ez egyébként egy Diablo 3-as pálya. Tehát, hogy ez egy olyan felépítésű pálya, hogy észreveszem.
Ez konkrétan benne van a Diablo 3-ban. Pusztulán, itt van pusztulán. Jelenem, mivel még nem is találkoztam, telón. Pusztulatos. Elég tetszik? Hát hogy a fenében? Jó cucc, nagyon. Na. Ez egy elég könnyű... rift így, hogy gyakorlatilag ingyen van az ultim, és AOE ultit nyomok. Tehát gyakorlatilag csak nyomom a bal klikket. Intense gameplay. Tehát, hogy nekem az első ilyen riftem a másik karakterrel, az nem volt ilyen egyszerű, mint most, amit itt láttok. Ez iszonyatosan lucky volt, hogy ilyen modifiert kaptunk, hogy az ulti gyorsabban töltődik. Itt van Ivor. Azt mondja, hogy betörünk vele mindent. Tudom amúgy, hogy itt vannak ezek a gombok, de... most nekem ez így teljesen jó. Na, és akkor most vissza is megyünk. Na, tehát ezek a rezurekciós cuccok, ezek azért fontosak. Pontosak, amennyire. Mert hogyha meghalsz, akkor limitált számú van, és vagy meg kell várnod, amíg más felszed, vagy valahonnan előről kell kezdened azt az adott driftet mondjuk, vagy nem tudom, hogyha meghalsz, akkor hol életsz. De hogy ezzel a rezurekciós cuccon, amit most szereztem, ezzel ott tudok feltámadni, ahol meghaltam, illetve ezt a rezurekciós cuccot úgy lehet szerezni, hogy ölünk, és egyszer csak adni fogja a menet közben. Úgy néz ki a Lightning Core, mint Gemma's Drink, de és Fixen azt kapod. Ja, szerintem is. Bár én... fura, hogy most csak egyet kaptam. Én kettőt kaptam a másik felhasználomon, majd a másik karakteremen. Az lehetséges? A szemrívve csak time penaltit ad a Resurrect, aha. You're back! Oh, thank the high heavens someone finally survived! I knew you were the right. Azt hitte, hogy meg fogok halni, tehát direkt beküldött, tehát adott nekünk a Legendary Crestet, és azt hitte, hogy majd jól meghalunk. Maze-like corridors filled with untold horror, as expected. I did find a few valuable things. Hold on. Did you say finally survived? Igen. Észrevette a karakterünk is, hogy mit mondott a csávó. I like the sound of that. Business is going to be booming once rumor of ancient treasures starts to circle around the city. Here, you more than earned these, friend. Have a few more crests on the house. Who knows what you'll find in there next time, huh? Hells, if you find something nice enough, you might even be able to make some decent platinum at that market in Rackers Square to the south. Take a gander if you get the chance. It'll be worth your time. Itt van Zoe. Nézzétek, mi ide trollkodom. Csak a gemet az ki lehet szedni a cuccba? Szerintem simán. Ja, itt van remove. Köszönöm. Igazából ennyi. Mondjuk az, hogy itt van, itt vannak a gemek, itt meg a salvage-es cuccok. Ennyi egyébként a berakás.
meg a kivétel is. És elvileg, hogyha fejlesztek egy ruhát, akkor a ruhafejlesztés az így átrakható egy másik nadrágra is, ha jól tudom. Látom, ingyenes a game, van benne mikrotranszakció? Persze. Bounty board. Na nézzük, mit tud ez a bounty board. Hogy itt már nem beszélnek. Sőt, fegyvercsere, akkor a gem is belecserélődik az új fegyverre. Nice! Bounty board, az a feladatunk, hogy megöljünk Bloodsworn-okat a Darkwood-on, és akkor kapunk 6000 XP-t, meg egy random equipmentet, meg goldot is. És ha csinálunk, akkor kapunk ilyen bounty chesteket. Új, én szeretem bountyzni a Diablo 3-ba. Miket lehet benne venni? Hát például lehet venni ilyen kreszteket, ugye, amit mondtam, hogy amivel az előbb megszereztük a legendary gemünket. Tehát, hogy lehet venni ilyen Eternal legendary kresztet, és hogyha azt ide szépen berakjuk, akkor kapunk gemeket, X-en, legendary gemeket. De amúgy nem tudom, hogy hogy lehet szerezni. Tehát, hogy ott még nem tartok. A srácok majd úgy is leírják, hogy ez hogy van, hogy működik. Hát figyelj, szerintem olyan nem nagyon van, hogy kiadnak egy játékot ingyen, aztán majd fizetős lesz. Inkább kiadnak egy játékot fizetősen, azt majd ingyenes lesz. Tehát, hogy olyanok szoktak lenni. Tudsz sétálni, Vic? Akkor nem lehet végvinni fizetés nélkül extrém farmolását? Hát végvinni egy Diablót? Hát nem tudom. Attól függ, mit jelent neked a végvitel. Sztorit végig lehet vinni. Nyomatod a leaderboardozást is, tehát hogy nyomatod a rifteket, grindolhatsz. Attól függ, mi a cél. I don't think it's a good idea for me to carry these gems any longer. Please. Lego Crestet a Heal Trader-től tudsz venni. Na, ezt mindjárt megnézzük akkor. Az itt van valahol fönt? Crest Merchant. Na, ez akkor nem az. Bounty Quartémester. Nem tudom, ez itt van, ott van. Fent a mappen meg tudod nézni. Aha, látom. Nálam ott elbukott, hogy pénzért jobb gíred lehetsz, kinek kell, imótokkal, stb. Ilyenekkel nincs bajom, de így nem bejös. Pénzért jobb gíred lehet. Igen? Hát, nem tudom, ez engem nem zavar rá, hogy más mit vesz a... Amíg nem PvP-zek, addig nem érdekel, hogy más milyen gírbe van. Ha-ha-ha. Monthly purchase limit. Oké. Okay. Daily purchase limit is van. Jó, most már értem, hogy a hihetet mire tudom tölteni. Hát kinek mi? Én megértem, hogyha Lacit zavarja, hogy lehet jobb gírt venni. Mondom, én ezzel úgy vagyok, hogyha nem PvP-zek, akkor nem érdekel. Na, nyomjunk ilyen teleportot, mert nem tudom, hogy pontosan hova akarnak minket elvinni. Ja, akkor teleportálunk. Az immortálszek, ott... Na, mit hagytam ki gárdobb akkor? Szevasz, Bújdi. Hopp. Cyril. Oh, hello.
Szerélnek-e nem ismerős? Master Vic? Hol is Ing? Usually his cart has arrived by now. He was attacked, but he's going to... Megtámadták Vicet itt a városban. High heavens. We would have been in a lot of trouble if that hadn't arrived. You're a real lifesaver, friend. Hát, nincs mit, Cyril. Bármikor, bárkit megmentünk. Na, most kaptuk meg az első 10 Battle Pass pontunkat. És mondom, nekem ez nagyon fura, hogy így karakterre van a Battle Pass. Ne haragudjatok, de ezt most meg kell néznem. Ez szerintetek így indokolt? Na tehát... Azt mondja, rank 1-es a Battle Passom. Indokolt, mert mocskosul sok XP-t ad a Battle Pass. Igen. Ha. Na és akkor, ha megveszem itt a Battle Pass-t, az Impowered Battle Pass-t, akkor meg kell vennem egy másik karakteremnél is, hogy meglegyen a Battle Pass? Ez hogy van? Elég egy karakterem megvenni, és meg lesz mindkettőn? Socket Legendary Gem. Na. Elden Riftet kéne nyomni még ilyen Modified Crest-tel. Ez egy jó kérdés, a 6500 forintos kiadás mit ad, mert azt nem néztem meg. Aha. Csak ha tényleg jobb cuccot tudsz venni a shopba, akkor a leaderboard is némileg értelmetlen. Hát, gemeket tudsz venni. Mármint, hogy olyan cuccot tudsz venni, amit be tudsz tenni a Riftbe, és akkor jobb lootot kapsz, az, hogy a Challenge Riftbe. Ez hogy működik? Nem vágom. Úgyhogy ezt nem vágom, Scott. Kaptunk még 50 hieltet. Ja, hogy most be tudom claimálni itt a scrap materiált, meg a hieltet. Van teljes áras kiadás mikrok nélkül, vagy az a Diablo 4 lesz? Hát ez a, az Immortals, ez nem az. Ez ingyenes mobilgém, így van. Hát, nem lenne nagy sikere az Immortálnak, hogyha mit tudom én. 60 eurós lenne mikrotranszakciók nélkül. Vagy mit tudom, én nem tudom, mennyibe kerülnek a mobil gémek. It's time we got going. Stay safe, okay, Vic? And maybe don't carry so many gems on you next time. Főleg, hogy egy MMO-ról beszélünk. Ja. Így van, Scott, engem is érdekel a PvP része. Talán a Diablo 3-ban a szezonok miatt érdekes a leaderboard, de igazából ennyi. Nem tudom, itt van PvP amúgy? Jó, azt mondja, hogy scrap materiált kaptunk. Igen, van Battlegrounds a neve. Na, arra majd kíváncsi leszek, hogy így milyen a PvP-zés, és az mikortól érhető el? A Skyrim online-t is meg lehet venni, meg elő is lehet fizetni. Igen. Hey there. It's good to see you. Én már nem emlékszem, hogy van. Már nem emlékszem, hogy van a tesó. Hogy itt már nincsen beszélgetés. Meglehetködve a level 23, és azt szeretné, hogy upgrade-elje a nadrágomat. Tessék.
nyomunk rajta még. Megtehetjük. Ahogy látom, a rank 3-as nadrág az már nagyon drága. Ja, és ott nem is a pénz a hiány, hanem ez a dust. You do the fighting? What do you need, friend? Remember when I said I grew up around there? Well, I used to belong to the Sisters of the Sightless Eye. They have a monastery nearby. It's only been a few years, but it feels like a lifetime since I've seen my sisters. Nem tudom, hogy hogy működik, Boydi. Meg valószínűleg nem is fogom megtapasztalni, mert nem hiszem, hogy azért fogok fizetni, hogy egy legendary gemet ki tudjak szedni, vagy mit tudom én, micsoda. Tehát előfizetek egy skinért, mint hogy progress segítsek elő. This was a very helpful gift. Do not worry. I will find Akara. Goodbye. Na, meg kell keresni Akarát. Hoppácska. Go to the Dark Wood. Ja, pufisz, mint a Diablo 3-ba. Törögetni kell itt a jobbnál jobb cuccokat. An evil air permeates this forest. I had best find this priestess Akara. Ez az. Adjad a battle passos szintet. Adjad. Még, ne adj abba. Ez az, mindjárt hármasok leszünk. Bam bam, ding ding. Help! Get this thing off me! Na, végre harc a sok küldetésezési után. Luciánus, ez úgy néz ki ez a srác, mint aki a hídon is volt. Mondjuk ti nem látok benne semmit. Senkit. Vagy tetszik? Jó cucc, nekem adja a pufisz. Próbáltam telón is, és nagyon jó volt. Nézd meg, hát épp csinálom a küldetést, az betámadnak. Mike, I will try. These women here, it's all in this letter. Bring it. Kashia. Kashia neve is valamiért ismerős, de lehet, hogy halúzok. Hát ezt nem hiszem. Mike, I will try. It's all in this letter. Bring it to Commander Kasha. Go, leave me. Just save Alyssa. Zsír. Lady Kashia. A Blackstone is valamiért ismerős. Tap to close. Nem tudom, hogy mit gondolt, hogy hova teppeljek. A blood trail. Please, don't be the girl. Too old to be the man's daughter. Nem a csávónak a lánya. Drained of blood. What could have done this so quickly? Discarded clothing and another emaciated body. I need more time. Ú, de Dead Server a Bácsor eddig összesen 44 Shadow jött össze a 200-ból. Ez a Battleground lenne? Amit nyomnál. Hoppá! Itt van egy ilyen erősebb bennem. Ez mi lehetett? Négy pajzs volt rajtam. Még kaptunk quest rewardot is. Akkor ez micsoda gárdob? Kashia, egy NPC a Rogue Encampment-ből a Diablo 2-be. Tényleg víziló? Tényleg, akkor ezért volt? Akkor ő az IAS segítő, tényleg. Köszi, víziló. Nem. Apuka már nem jön vissza.
your father is dead. His last request was for me to save you and to deliver this letter to someone called Kasha. You and I can still bring it to her, together. Together. I did see him, didn't you? Dad! You're right. We have to go. I can take you to the Sisterhood's camp. Kasha will know what to do. Nagyon király a szinkron. Az Eldian PvP content két nagy frakció között zajlik, az immortálok és a Shadow között. Ha a Shadow megveri az immortált, akkor ő lesz az új immortál. Hogy nyomja a kis csajszi. Na, eleszkortoljuk Alishát, aztán ennyi mára, jó, srácok? Alyssa, get back! Let me fight them. Are you all right? Did she hurt you? No, no, I'm okay. I'm sorry, I didn't know what to do. They killed my father, everyone in my village. And then she was standing right there. 40 pluszon érhető el majd ez a dolog, és megnézzük majd. We will ensure those women pay for what they did, I promise. But we must leave here and find Kasha. Ajaj, a gyökerek megsimogatták a kis csajt. Together. No time to rest yet, stranger. És Kashiát. Ő Kashiá. Yes, pont ahogy a Diablo 2-ben. Yes, but remain alert. We are close to their den. My rogues and I will continue the pursuit. Na, megizélted a csajszit. Ott egy elitpak. Ő ott kit támadott szerintetek, egy másik játékost? Alyssa, no. Oh, God, forgive me. I am so sorry, child. A cruel fate for one so young. I knew the girl's father. Na, Kashia ismerte a Chaisi apukáját. I take it he did not survive either. You are no villager. Who are you? Köszi, Sirek, hogy itt voltál. Szép estét. Szia, jó pét. I am a child of Bulkathos. Bulkathos gyermeke vagyok. And have found only carnage and loss. You must be Kasha. Then this letter is yours. The girl and her father died trying to bring it to you. Let me see it, Outlander. Lucian was right to be afraid. These Bloodsworn, as they call themselves, are traitors to the Sisterhood of the Sightless Eye. This is not the first atrocity they have committed. Sadly, Blackstone is gone. And like eltűnt a Blackstone. There is no undoing the terrible loss of life. But we can avenge the fallen and prevent further misery. My rogues and I are going to put an end to these Bloodsworn. Join us. Megyünk Kasia. De mielőtt mennék, ezeket itt felvesszük. És majd a következő streambe megyünk Kashiával. Na, srácok! Hogy tetszik nektek így eddig a játszi? Nekem adja. Itt egy monk támadásait láthattátok a háttérben. Valamilyen nem látszódnak a többi játékosok, csak a képességeik. Nekem így elsőre, pontosabban másodjára, legalábbis először mobilon, most meg PC-n.
Én szeretek RPG játékokkal játszani, a Diablókkal meg különösképp, úgyhogy örülök, hogy itt az Immortalizés csapathatom. Megmondom nektek, valószínűleg így végig fogjuk tolni a sztorit, megnézzük, hogy milyen endgame content van, nem fogjuk kimaxolni a mindenséget is benne. Mert azért mégiscsak egy mobilos játék, és az meg nem az én terepem. Szeretek mobilos játékokkal játszani, de nem azokkal főleg. Úgyhogy megnézzük, miket lehet elérni. Azért mégiscsak egy Diablóról van szó, de amit igazán várok, az majd a Diablo 4 lesz, én úgy gondolom. Úgyhogy hát remélem, hogy tudtam nektek segíteni most egyelőre ezzel a streammel. Most már biztos, hogy holnap nem HD-szozni fogunk az Epic ingyenes játék után, hanem nézd meg, hát betámadnak. Tehát Diablo Immortalizozni fogunk az Epic ingyenes játék után, mert haladni kell, fejlődni kell, és meg kell nézni, hogy ki lesz a végén. Úgyhogy ennyit mostanra. Ne, engem mondom, az, hogy most mi mennyibe kerül a shopba, nem mondom őszintén, annyira nem érdekel a skinek, hogyha jók lesznek, egyelőre nekem tetszetősek a skinek, elég quality, akár ez, vagy ez, esetleg ez, tehát mind a négy skin, amit itt láttam erre a klasszra, nagyon jól néz ki, úgyhogy ha úgy van, és elég időt ölök bele, nyilván, hogy veszek én is ilyet, de ilyen progress elő segítő dolgokat nem valószínű, hogy fogok, a battle pass amúgy elgondolkodtató, hogyha annyit játszok vele, és ezt az előfizetést is majd meg fogom nézni. Ha valakit érdekel egyébként ilyen közös klán, akkor nyugodtan nyomjatok ilyen reakciót a Discordon az akció szerepejátékok szobába, mert ott az egy igényfelmérés, hogy miért legyen klán, hány embernek legyen klán, legalább egy olyan 20 ember jó lenne, ha már amúgy is 100 fős ez a dolog, de hogyha annál több gyűlik össze, majd meglátjuk, jó? Ez ahol játszom egyébként, ez a The Void-on van, tehát hogyha Void-on vagytok, akkor tudunk közös klánba lenni. Még ennyit így a végére. Remélem, hogy tetszett nektek ez az esti immortalizozós stream.